Tudok alatta beszélni? Ha néha visszaűznek téged, mit látunk, Dóra? Tulajdonképpen tehetséggondozás az én feladatom. Kicsit visszakanyarodok azon kívül, hogy mit látunk. Az én dolgom a gyerekek számára kiválasztani az elkészülő koreográfiákat. Nem kész dolgokat tanítunk be, hanem rájuk és az ő személyiségekre választunk előadni valókat, hiszen ez egy nagyon fontos állomás, hogy még itt meg tudjon találni egy fogóckodót, ahol ő jól teljesít, ahol ő érvényesül. Na most ezt a koreográfiát Vasas Erika volt növendékünk, a Frenák Pál Kampáninak a tagja készítette, amiben óhatatlanul azok a gyerekek, akiket én mentorálok, volt növendékek és neves együtteseknél vannak, nyilvánvalóan azt a stílust hozzák, amiben ők dolgoznak. Úgy kezdődött, hogy 1960-ban megalakult a Pécsi Balett, és 1974-ben Eck Imre létrehozta ennek a meglévő működő iskolának a harmadik tagozatát, a tánc tagozatot. Tulajdonképpen az egy 4 éves képzés volt, és az volt a feladata, hogy a vidéki városok zenés produkcióinak táncos utánpótlását ellássa. De ez hogy van? Végzősek lesznek a növendékek. Ilyenkor Dóra kitalálja, hogy hozzájuk milyen koreográfia, és melyik koreográfus illik? Igen, és még a koreográfussal is megbeszélem, hogy miféle létszett. Nagyon-nagyon érdekes dolog, és utána ők megcsinálják ezt egy hét alatt, és utána folyamatosan én próbálok, és ilyen Pigmalion effektusként szedegetem ki a gyerekekből a bennük rejtőző dolgokat, és az, hogy hogy lehet ezt még jobban, erősebben előadni, nem csak a technikai, hiszen az nem elég az egy hét betanítás, hát folyamatosan próbálni kell, és akkor folyamatosan dolgozunk azon, hogy hogy lehet ez még kifejezőbb, még izgalmasabb. Kicsit bele is szólok a koreográfiákba, de ezt minden fiatal koreográfus tudja. Úgyhogy az is izgalmas, hogy kiket kérek föl koreografálni. És mindenki igent mond? Hát persze, régi növendékekkel kezdek általában, akik nagyon tehetségesek, és azoknak egy terep ez a dolog, hogy kipróbálhatják magukat. A dolog lényege a táncban az, hogy ha kihagyunk egy napot, akkor nagyon sokat vesztünk, tehát az ismétlés és a kondicionálás, ez nálunk nem úgy van, hogy egyszer gyakorolok egy héten valamit, és akkor, vagy a másik az, hogy otthon nem tud a gyerek gyakorolni, csak kontakttal tud gyakorolni. Zene indul, de most már Florence-ot is azonosítottam. Vivaldi zene. Az jó. Nagyon izgalmas a kortárs koreográfia klasszikus zenére. Valahogy nem divat, sokszor használnak mindenféle elektronikus hangzásokat általában, de én meg úgy gondolom, hogy ez megemeli ezt a fajta mozgásvilágot. Ez már úgy épült az iskola épület, hogy tudták, milyen igényeknek kell megfelelni. A probléma az ott van, hogy az iskola jelenti, hát az iskola népszerűség, az iskola jelenti igény az töretlen, és ez a mai világban, amikor szakképzés, beiskolázási gondokkal küzd, ez egy fontos erény. És hát amikor épült, akkor volt 250 tanuló, és volt nagyjából 60 pedagógus az iskolában, most pedig van 380 diákunk és több mint 100 pedagógusunk. Amikor kicsik még a gyerekek, elsősök, másodikosok, akkor nem jönnek zavarba ettől a számtalan testi kontaktustól? Soha. Ezt mindig kérdezték, volt egy nagyon jópofa előadás városunk, legnagyobb pszichiáteres dr. Stark Andrást fölkért egyszer egy olyan előadás, hogy tánc is az erotika, és akkor én azt elmeséltem, hogy hát ennél frigidebb lehetőségeket, mint a színpadon egymást fogdosni, szóval az egészen más, ott olyan súlyos technikai, mint a matematika, hol fogom meg, hol érek hozzá, egészen más közérzetek zajlanak benne. Értem, tehát az csak a... Nézzük, hogy mennyire összeszedett, és mennyire tervezett, és mennyire nehéz, hogy ne értsük el egymást.
350 gyereket mondod? 380 körül. 380. Négy tagozaton? Négy tagozaton. Ez úgy néz ki, hogy a zene, a képzőiparművészet és a tánc, ez 4+1 éves, ez 5 éves képzés, hiszen ez szakmai vizsgát ad egy érettségivel együtt. A drámás képzésünk az pedig egy érettségit adó drámás képzés, ott nincs külön papír, a drámás órák vannak a tanulóknak, amellyel az ő társas kompetenciákat, kommunikációs készségeket fejlesztjük.